Sziasztok, üdvözletem ismét Békésre, mutatok nektek még egy érdekességet innen a városból, ez most ilyen mutassuk be Békés vlog sorozat, és is lehetne akár, de ez csak egy ilyen kis rövid vlog, kis érdekesség, mindjárt megmutatom. Ez itt bizony egy ilyen hídfő lenne, és ennek annyi a története, hogy itt régen itt folyt a fekete ködös valahol, egyébként a medve az valahol alé még megvan, de azt most nem mutatom meg nektek. Ugye egyébként itt az épületek mögött is előfordulhat, hogy még látszik, és itt volt ez a híd a régi fekete ködös fölött. Egyébként azt az épületet ott, amit ott láttok, az dübögő étteremnek hívják, meg a dübögő. Az onnan kapta a nevét, hogy amikor a hídon átmentek a lovas szekerek, akkor ugye dübögtek. Ez csak egy ilyen kis helyi érdekesség, vagy inkább helyi legenda, mert a valóság tartalma az nem biztos. És amikor itt volt egy útfelújítás, néhány évvel ezelőtt, akkor amikor itt ástak a földbe, akkor került elő ez a régi hídfő, így a földből. Amikor kicsit jobban megbolygatták itt a környéket, így a útfelújítás volt, az aszfaltot felmaradták, és egy picit jobban az alépítményt is megerősítették. És ez akkor került elő, és ezt így megcsinálták ilyen kis emlékhelynek. És ez azóta van itt, ez úgy körülbelül egy olyan 3 vagy 4 évvel ezelőtt szedték ezt így elő. Csak egy ilyen kis helyi érdekesség, így gyorsan megmutattam nektek. Hát ennyi ez a ismerd meg egy kicsit jobban Békést, ez mozgalom. Úgyhogy ez van. Akkor mondhatni, akkor ez ennyi lett volna, egy kis rövid vlog. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!